Sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy olyan videóban. Pár évvel ezelőtt készítettem egy szösszenetet arról, hogy a repülőtérre, hogyha mész, akkor milyen árakkal szembesülhetsz a parkolásnál, illetve időtartamtól függően melyik lehet az a parkoló, ami számodra a legmegfelelőbb. Hát azóta eltelt pár év, voltak változások, ezért úgy gondoltam, hogy készítek erről egy új videót, úgyhogy vágjunk is bele. Na most itt láthatjátok, hogy a bud.hu, tehát a reptérnek az oldalán minden teljesen jól le van írva. Van a Premium parkoló, az Arrivals Pickup, a Terminál parkoló, Holiday parkoló és a Smart parkoló. Na most annó a Premium parkoló volt az érkezési szint, tehát ez az Arrivals Pickup ez nem létezett, akkor a Premium parkoló volt a indulási szint meg az érkezési szint, értelemszerűen a Premium parkoló az az indulási szint most, és az Arrivals Pickup az meg az érkezési szint. A Terminál parkoló ugye az volt, amelyik tehát ilyen néhány órás parkolás, hogyha neked valami elintézni valód van a reptéren, vagy mondjuk, hogyha egy rokonodért kimész, és mindenképpen fenn akarod várni a reptéren, akkor azt érdemes használni. Van a Holiday parkoló, amely hosszú távú, itt van itt írja, és ideális hosszú távú parkolás céljából, olcsó parkoló, előre foglalással még kedvező báron, 4-9 perc sét a fedett járdán keresztül a terminál épületig. És van a Smart parkoló, ez a legújabb, ez egy 8-10 perces sétára van a termináltól, ez a legtávolabb lévő parkoló. De természetesen éppen ezért ez a legolcsóbb is, de amúgy van itt egy térkép a parkolásról. Na most ugye mi innen jövünk, itt látható a kurzor, most körülbelül egy másfél éve, lehet, hogy két éve építettek ide egy ilyen turbó körforgalmat, ugye itt le tudsz menni a postaépület felé, meg ilyenek. Itt van ugye a buszparkoló, nem tudom mennyire látszik egyébként a kurzor, szerintem amúgy abszolút jól lehet látni. Itt mutatom, ez az autóbuszos parkoló, itt vannak a taxik, és mi itt ugye megyünk tovább, és itt van, itt volt régen a terminál parkoló. Most egy ilyen építési terület van ott, és nem lehet oda beállni, mert ugye az volt annó a terv, hogy itt lesz egy egy parkolóház, de aztán ez végül nem valósult meg, így az elmúlt évek alatt, és továbbra is egy építési terület. Tehát most le lett ott aszfaltozva egy része, tehát ha jól láttam, akkor ilyen dolgozói parkolóként használják, de oda te, mint magánember nem parkolhatsz le. Itt volt régen a Holiday parkoló, ebből csinálták meg a terminál parkolót, tehát és itt tudsz felsétálni a terminál felé. Ezt most így képekkel szerintem, hát majd megpróbálom azért illusztrálni. Ugye ez az a parkoló, amit úgy érdemes használni, hogyha csak néhány órára szeretné a terminálon lenni. Itt amúgy van ügyfélszolgálat, egy ilyen bódé a parkoló kellős közepén, egy ilyen konténer, és akkor ott, hogyha áfásszámla igényed van, vagy bármi egyéb problémád van, az egy 024-es szolgálat, és akkor ott segítenek neked. De amúgy vannak automaták is, ahol ki lehet fizetni a díjat. Ugye ez a Holiday parkoló, ez szerintem annó is Holiday parkoló volt, ez volt a Holiday Plus, ha jól emlékszem, mert ugye ez közelebb volt, tehát ahol most a terminál parkoló van, az volt a Holiday Plus parkoló, és akkor itt meg a Holiday parkoló van, az ott a név nem változott, viszont hozzá csatoltak még egy részt, mert ez volt régen, még jó régen a dolgozói parkoló. Mondjuk lehet, hogy még a dolgozók ott parkolhatnak, de már nem csak a dolgozók számára vannak ott helyek, ezt jól kibővítették, és ez a Holiday parkoló, és itt van a Smart Parking, ahogyan itt írtak, Smart Parking, itt ugye lejövünk a körforgalomból, és hát ez egy ilyen, tényleg egy ilyen távol, és egy ilyen murvás parkoló, ez a legolcsóbb, innen is kell egyébként a legtöbbet sétálni. A díjakról egyébként tudsz tájékozódni a reptérnek a honlapján, és előre tudsz is foglalni. Ugye ez úgy működik, hogyha lefoglalod online, ki is fizeted,
kapsz egy kódot, egy ilyen vonalkódot, amit lehúzol a behajtásnál a sorompónál, és gyakorlatilag ennyi, amikor meg kimész, akkor meg megint leolvasod, és kész. Ha túlcsúszol, ez igazából a terminál parkoló, mert oda is lehet foglalni egyébként, ez igazából ott talán a legparább, akkor meg ott van az ügyfélszolgálat, és be tudsz oda menni, és el tudod intézni, amit el kell intézni, ugye, hogyha rá kell fizetni. Ugye, mivel a többi parkoló az napi díjas, ezért, hogyha te ugyanazon a napon érkezel, de később, nem kell majd többet fizetned, tehát itt ugye minden megkezdett napot fizetsz ki előre. Ha esetleg meg úgy van, hogy többet kell fizetni, akkor én úgy gondolom, ezt mondjuk annyira ebben nem vagyok biztos, de én úgy gondolom, hogy az automatánál ugyanúgy leolvasod a kódot, és akkor ott ki tudod fizetni a plusz összeget, amit kell. A prémium parkolóval és a érkezési szintre való behajtással, meg az indulási szintre való behajtással kapcsolatban nagyon fontos az, hogy 5 perced van ingyenesen, amennyiben egy nap csak kétszer, maximum kétszer hajtasz be. Tehát, hogyha aznap neked már az a harmadik behajtásod oda, vagy bármelyik parkolóba, akkor 470 forintot már ki kell fizetned neked az automatánál. De ugye nyilván, hogyha csak egy rokonért mész ki, akkor ezzel nem lesz baj, mert akkor 5 perc alatt elvileg kéne, hogy végezz. Arra kell még nagyon odafigyelni, hogyha ez már a 6. percbe csúszik bele, akkor 2400 forintot mindenképpen ki kell csengetni. Tehát én azt tudom javasolni, hogyha behajtasz, akkor bepakoltad az utasodat, rokon, fizetőmedik, teljesen mindegy, akkor érvényesíts le a jegyet, még hogyha az csak az első behajtásod is, mert itt elvileg, bár mondjuk érdekesen van megfogalmazva, a parkolási díj megfizetése után 15 perc áll rendelkezésre, hogy gépjárművel, művével további díjfizetés nélkül elhagyja a parkoló területét. Elvileg ugye csak hogyha fizettél, akkor utána van negyed órád, de én szerintem ez úgy kéne, hogy működjön, hogyha neked csak az első behajtásod, mert rokonért jössz ki, akkor is egyébként bele lehet csúszni, akár a 6 percbe is, főleg, hogyha megáll előtted a sor, mert nagyon sokszor van az, hogy ugye a terminálon, az érkezési szinten ugye egy sáv van, és nagyon sokszor van az, hogy a taxisok, a transzferesek, sőt, még láttam olyat is, hogy autóbusszal, tehát rendes turista busszal ott a sávon parkoltak, mert nem tudott megállni sehol máshol, és ott pakolta be az utasait. Ilyenkor ugye tud a cunami, és hát beragadnak az emberek, és utána meg a sorompónál nem tudnak kimenni. A behajtáskor kapott parkolójegyet a parkoló kijárataig szükséges megőrizni, mivel a kijárati sorompó kizárólag érvényesített jeggyel nyitható. Itt meg ugye nagyjából nekem az jön le, hogyha csak érvényesíted a jegyet, akkor is már, tehát hogyha tehát mondjuk az első behajtásod, ha 5 percen belül bedugod a kártyát a masinába, ugye, ami a terminál, tehát az A és a B terminálnak a bejárata mellett található, akkor elvileg neked ugyanúgy kéne, hogy legyen negyed órád. Ezt csak azért mondom, hogy kéne, mert én amúgy ezzel kapcsolatban más tapasztaltam, ugyanis pont a mai nap történt az, hogy megálltam a terminálon, kipakoltam az utasaimat, és be kellett mennem a mosdóba. És amíg mielőtt bementem volna a terminálra, bedugtam a masinába a kártyát, még azt írta ki, hogy kihajthatok a parkolóból. Egyébként szerintem 4 percre, ha elmentem WC-re, mikor ugye kimentem, akkor megint bedugtam a masinába, hogy biztos legyek benne, hogy nem kell fizetni, és azt írta ki, hogy 2400 forint. Úgyhogy ezzel kapcsolatban egyébként így nem tudom, hogy mik a tapasztalatok, hogyha valaki más tapasztalt, akkor írja le. Lehet, hogy az volt a baj, hogy kétszer dugtam be a kártyát a gépbe, és akkor ilyenkor már megzavarodik, hogy a fene tudja, hogy mi van. Úgyhogy erre is érdemes odafigyelni, de mindenképpen azt tudom tanácsolni, hogyha behajtasz a parkolóba, akkor érvényesíts le egyből a kártyát, abból baj nem származhat. Aminek a megközelítése szerintem fontos lehet, az a terminál parkoló, úgyhogy én úgy voltam vele, hogy akkor ezt azért megmutatom nektek. Ugye itt van a turbó körforgalom, amit ugye már az előbb meséltem nektek. Szélső sávot kéne használni, bár mondjuk a belső sávot is használhatod, mert arra fele kell menni, amerre ott elől a Skodás. Terminál 2 irányába, igen. És akkor ahogyan mész előre majd, itt lesz a úgynevezett rendőrbódé. És ezen a részen egyébként, ezt azért fontos elmondanom, hogy itt ezen a részen egyébként sokszor szoktak megállni autóval. Hogyha várakoznak, várják, hogy a rokon telefonáljon, hogy mehetnek érte, vagy ilyesmi, ne tegyétek, fél pillanat alatt ott tud lenni egy rendőr, és jó esetben csak elküld téged, rosszabb esetben akár, hogyha éppen olyan napja van, akkor meg is büntet.
Tehát ezen a részen se itt, ezen a szaggatott részen se álljatok meg, csak maximum, hogyha rendőr oda félreállít téged, hogy itt szoktak állni. És akkor itt van egyébként, ki van táblázva, terminál parkoló felé kell menni. Jobb oldalra húzunk. Itt, ahogyan megyünk előre, itt majd lesz egy éles balos. És utána egy éles jobbos. Micsoda kanyar kombináció, és már ott is vagyunk a terminál parkolónál. Úgy gondolom, hogy tényleg a többivel nem érdemes foglalkozni, ezt most megnéztük, és ennyi. Boot.hu, ott lehet tájékozódni, de nyilván majd be fogom linkelni a leírásba. Én köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, sziasztok!